srácok! Tudjuk! Ne nyúljunk a sütihez! Igen, nem kell az Ella kezekkel tábla, amin véres balta van a kezedben. Nem, csak annyit írtam. Szolgáld ki magad! Azt hiszem, ez egy trükk. Tudom. Újabban nagy lelkű, segítőkész és kedves. Kezd kiborítani! Ez a mai nap biztos szép, ez a mai nap biztos szép, ki nem hagyom én semmiképp. Aggódom. Amióta visszajött Párizsból, azóta nem olyan undok, mint régen. 2 hete jött vissza. A lelkesedésnek el kellett volna múlni 5 perccel azután, hogy elhagyta a repteret. Köszi, Rachel! Rachel, adott nekünk egy dolcsit. Miért? Annyit mondott, hogy csak úgy. És ezt csinálta a hajammal. Valami baj van Rachel-lel? Talán nem is jött vissza Párizsból. Talán egy űrlény a Rachel jelmezben. Az borzasztó lenne. De nagyon király is. Szóval azt szeretném. Je ne peux pas parler maintenant. A franciám nem túl jó, de azt mondta, nem beszélhetek. 3 éve tanul franciául, de még egy szót sem hallottam tőle. Egy oka lehet, hogy megszólalt. Egy fiú. Tényleg? Találkozott valakivel Párizsban? Mit csinálhatott a gardróbban? Tele van a bőrönt. Elszökik tőlünk? Nem, ez őrültség. Hallottuk Rachel telefonálni. Egy kisebb összegért két állalunk. Mert te nem szoktál csak úgy 1 dollárt adni nekünk. Kivele? Különben leöblítem a fejeteket a WC csészében! Bocsi, csak ki vagyok akadva a Rachel dolog miatt. Azt mondta valakinek, ha minden jól megy, hamar találkoznak. Egyébként nem hiszem, hogy űrlény. Mert beszéltem hozzá űrlényül, és nagyon furán nézett rám. Ismerős az az érzés, amikor a nővéred külföldre akar szokni egy sráccal, akiről nem tud semmit. Szóval nem? Bár én se ismerném.